Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat. Ezúttal Flesch Tamás köszöntöm, a Szálloda Szövetség vezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nyitottunk, most lehet jönni-menni az országon belül. Mi a helyzet? Várják már a vendégeket? Jönnek már a vendégek? Milyenek voltak az első foglalások? Lehet-e már erről valamit tudni? Igen. Országon kívül is lehet közlekedni azokkal az országokkal, amikkel van megállapodás, de nem működik egyelőre. Ezt akartam, hogy ebbe lemenjünk bele, mert ez még messze van, hogy ebből történjék valami. A belföldi turizmus az elindult, tulajdonképpen így nagyjából május közepe vége Pünköst környékétől. Úgy tűnik, hogy a nyári előfoglalások egyelőre rendben vannak, majd meglátjuk, hogyha aki külföldet tervezett, esetleg átváltja a belföldi nyaralást külföldre, reméljük kevesen fogják megtenni, mert szükség lenne, hogy mindenki itthon költse a megmaradt pénzét. Ezt akartam mondani, hogy nem akarnak egy ilyen kampányt indítani, vagy valahogyan nem kell sok pénzt rá költeni, hogy maradj itthon, nézzél tévét, ahogy ezt a dalban mondják. Hát a Magyar Turisztikai Ügynökség ezzel kapcsolatban azért költ elég rendesen, tehát a belföldöt népszerűsítik, és én azt hiszem, hogy most olyan jó helyek vannak ma Magyarországon, Balatontól kezdve, Tiszató, Mátra, stb., hogy azért rájöttek most már a magyarok is, hogy itthon is van mit meglátogatni. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy a horvát tengerparton, Görögországba, esetleg talán majd meglátjuk Olaszország nyitását, biztos, hogy nagyon sok honfitársunk lesz a nyár folyamán. Budapest az egy nehéz ügy, azt változatlanul nem látjuk, hogy mi fog vele történni. Ez egy komoly kérdés. Munkaerő dolgában hogyan állnak? És azért is kérdezem, mert ugye Európa is nyit, és ilyenkor sokan gondolom kimennének dolgozni, különböző szállodákba, vendéglátó egységekbe, vagy a vendéglátóiparba. Hogy tudják megtartani? Hát egyre nem megtartani, megszerezni se egyszerű. Ezt akartam hallani, feladtam a labdát azért. Nem nagyon lehet. Hát ugye a probléma ott van, hogy 2019-ben, amikor tényleg dübörgött a turizmus, akkor is volt komoly munkaerő probléma. Elég sokan elmentek az ágazatból itt az elmúlt, most már lassan másfél évben, teljesen más munkakörökbe, más munkahelyekre, és utána több irányba kell szétválasztani a dolgokat. Az egyik van, aki megtalálta a számítását máshol, valószínűleg nem fog visszajönni, viszonylag sok fiatalról is beszélhetünk. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát gondolkozunk rajta, majd meglátjuk, egyelőre most még biztos nem jövünk, mert van negyedik hullám, mi van, megint vissza kell zárni, és a szokásos lemezek, amiket most már ismerünk hónapok óta. Benne van a pakliban. Így van. És a harmadik pedig az, aki ahogy ön is mondja, elkezdett külföldre nézegetni, hogy mikor lehet elindulni külföldre. Tehát több irányból van veszélyben a magyar munkaerő, és hát drágább is lett a magyar munkaerő, csak úgy, mint az alapanyagok, úgyhogy mindig kérdezik tőlünk, hogy mi lesz drágább, hát valószínűleg ezek miatt sok minden drágább lesz. Úgyhogy ott tartunk, hogy nagyon nehéz szakácsot találni, szobalányt, felszolgálót, praktikusan mindenkit, tehát már vezetőt is nehéz találni. Ezt kell most megoldani, ez az új társasjáték. És hogy lehet ezt megoldani? Mert ugye ez pénz kell, ahhoz eleve pénz kell, hogy ezeket az embereket szerződtessem, megfizessem. Hát én azt gondolom, hogy elég sok üzlet, vendéglátó, de akár szálloda is egyelőre nem fog még újra nyitni, és nem, ebben nagy meglepetés nincs. Hát Budapesten szinte majd, hogy nem természetes, itt azért ősz előtt különösebb forgalom nem nagyon várható a fővárosban, még az EB-re se nagyon jöttek, csak pár száz szurkoló talán, amivel ugye nem vagyunk sokkal beljebb. Ősszel elindul azért valamennyire a kongresszus, nagy kongresszusok lesznek, talán addig a légitársaságok is valamennyire helyreállnak, és akkor el lehet indulni. Meglátjuk, hogy kinek mennyi pénze, ereje és tudása lesz ahhoz, hogy embereket találjon. Biztos, hogy ez lesz most a legnehezebb. Ezt elmondtuk már fél évvel ezelőtt is, 8 hónappal ezelőtt is, hogy munkaerő, munkaerő, munkaerő. Nem tudjuk. Rövid távon elképzelhető az is, hogy sajnos ez színvonalromlással is jár, és rövid, közép és hosszú távon pedig áremelkedéssel is fog járni természetesen. Mennyien bukhatnak el ebbe a történetben? Hát ezt nem lehet megmondani. Nincs erre valami tippelés? Ilyenkor hát ma maximum, olyan, mint 20... a foci EB tippelés lehet. Na. Tehát az se jött be tegnap este sem. Igen, de nekem bejött. De az a jelenlegi helyzet, hogy ugye még mindig hitelmoratórium van, hál' Istennek. Bízunk benne, hogy egyébként ezt a hitelmoratóriumot a turisztikai vállalkozások tekintetében a kormány meg fogja tovább hosszabbítani, hiszen ha valakire, akkor a turizmusra ráfér ez a segítség.
bérleti díjakban valakinek sikerült megállapodnia, valakinek nem sikerült megállapodni. Ugye nagyon sokan kisenyitottak még változatlanul, ahogy az előbb is elmondtam. Nagyon nehéz megmondani. Vendéglátóban biztos, hogy nagyon sok bedőlés lesz, mert mint a bedőlés alatt azt értem, aki nem fog újra nyitni. Én is úgy értettem, igen, pillanat. Ez akár egy 30-40%-os nagyságrendet is elérhet. Majd aztán át fog alakulni majd a piac a következő, mondjuk egy-két évben. Jön majd új vállalkozó, aki megpróbálja, aki nekifut. Addigra valószínűleg visszaépül a turizmus, akkor megint el lehet kezdeni próbálni vállalkozni. De a jelenlegi üzemeltetők, bérlők, tulajdonosoknak egy része biztos, hogy fel fogja adni az ez irányú vállalkozását. A szállodaipar egy picit más, ugye? Többször hangsúlyoztuk, hogy általában a szállodaiparba befektetők azok más üzletágból szerzik a jövedelmüket, más a core business. Ebből kifolyólag azért most a Covid alatt is volt egy-két olyan üzletág, aki köszöni szépen, nagyon jól volt. Tehát ezek a tulajdonosoknak sokkal nagyobb tőkerejük van, és nincsenek arra rákényszerítve, hogy akár kényszereladásba, vagy akár más formán értékesítsék a tulajdonukat, úgyhogy ott én kevésbé számítok arra, hogy tulajdonosváltások legyenek. Tehát, hogy hosszabb távon gondolkodnak jóval a befektetésüket tekintve. Erősebbek, igen. Igen. Azt mondta az előbb, hogy átalakul az iparág, azt is jelentheti, hogy úgy kéne fölkészülni, hogy legyen mindig valami mozgástér, hogy ne talántál megint beüt valami hasonló Covid. Tehát úgy kell tervezni, üzletet tervezni, hogy azt mondjuk, hogy azért készüljünk arra föl, hogy legyen egy valami B-tervünk, vagy inkább ez most fölösleges. Hát nézze, nagyon, nagyon komoly B-tervet nehéz kidolgozni, tehát amikor az embernek semmilyen bevétel, persze ez olyan, mint hogy elteszek a otthon egy kis lisztet, kenyeret, hogyha nagy baj van, akkor végül is legalább egy valameddig meg lehet lenni. Olyan B-terv biztos van, hogy sokan átgondolják a működési modelljüket. Igen. Megnézik azt, hogy lehet esetleg kevesebb emberrel dolgozni. Mi az a valamennyi dolog, amit lehet gépesíteni? Ugye ma már azért elég komoly konyhagépek vannak. Igen. Tehát, hogyha valakinek van tőkéje az, hogy egy konyhát komolyabban felszereljen, az ki tud váltani munkaerőt, akkor is kell szakács. Csak lehet, hogy nem négy szakács kell, csak három vagy kettő, és az pénzbe kerül. Megpróbál megoldani dolgokat, hatékonyabbá tenni a munkavégzést, tehát ilyen szempontból lehet készülni. Az, hogy holnap megint be kell zárni, és nincs bevétel, arra tényleg nehéz készülni. És hát ugye ezt megkaptuk az elmúlt hetekben, hónapokban többször, hogy Budapest nagyon a külföldi turistákra épít. Ugye vendéglátóiparban is rengeteg olyan hely van, főleg a belvárosban, ami a külföldiekre épült. Ott lehet, hogy lesznek olyan vendéglátóipari egységek, akik megpróbálnak akár stílust, modellt váltani, tehát nem tudom, holnap után az egy tájétterem lett, miközben eddig egy magyar étterem volt, és megpróbál a helyi közösségnek valami olyasmit adni, amivel tovább lehet lépni. A szállodaipar az egyel nehezebb ennél, mivel lehet növelni a belföldi vendégeknek a számát, de például több olyan kollégám is van, aki itt az elmúlt egy-két hétben akciózott, hogy a foci EB-re, hogyha feljönnek vidékről meccset nézni, maradjanak itthon. Hát nézegettük, nem nagyon. Tömött sorokban nem érkeztek sajnos a magyar vendégek a szállodákba, úgyhogy ez egy nehéz ügy lesz ezt megoldani. Ugye azt mondta az elején, hogy Budapest egy kicsit most meg van halva, ebből a szempontból nagyon csúnya kifejezéssel élve elnézést. Az most abból a szempontból jó, hogy hát most konkrétan nem lehet megmozdulni a városban, ugye a Láncidat is felújítják, tehát azt is lezárták, hogy most jó az, hogy még egy évig, vagy nem tudom meddig, Budapest nem nagyon fog labdába rúgni. Hát ennél egy picit azért én optimistább szeretnék lenni, hogy ez nem egy év, amiről beszélgetünk. Nagyon sok mindentől függ változatlanul, hogy mikor és mi fog történni. Ugye mi azért már egy picit reménykedünk ebbe a július elején meginduló európai digitális Covid útlevélben, hogyha ez tényleg működik és rendelkezésre áll az európai a beoltott embereknek, akkor ezekkel a védettségi igazolványokkal elindulnak akár városokba is. Ettől Budapesten még nem lesz teltház, de hogyha nyáron lehetne legalább egy ilyen 30% körüli foglaltságot Budapesten látni, az akkor már segít. Mindenki tapsolna. Az viccesen hangzik, de ez tényleg nagyon sokat segítene. Igen. Most már a további túlélésben, főleg az emberek megtartásában, a meglévő emberek megtartásában és a motiválásában. Ez nem csak pénzügyi kérdés, hanem ez egy nagyon komoly motivációs kérdés is. És aztán, hogyha ez működik, és össze se történik semmi,
akkor utána ősztől elkezdhet felépülni ez a city turizmus is, amit Budapest is igen erősen képvisel, és akár el tudunk képzelni akkor ősszel egy ilyen 50-60%-os foglaltságot is, ami még mindig messze van a megváltástól, de azért azt már lehet számolni, ott már azért némi eredményt is talán lehet majd a megfelelő intézkedések mellett elérni, és akkor talán elindulhat a jövő év elejétől tavasztól, úgyhogy mi valahogy így kalkulálunk jelenleg. De ez a mai tudásunk szerint van, ha holnap jön egy újabb változás, akkor ahhoz kell gondolkodni. Tehát azért mi bízunk benne, hogy a jövő év az már egy teljesen értelmezhető év lehet a budapesti turizmus életében. Hát én is reménykedem, és mindig ilyenkor eszembe jut az, hogy az év végén, december legvégén, mondjuk a belvárosban, Budapesten csak olasz szavakat lehet hallani. Ugye ők valamiért nagyon szeretnek idejönni, ez talán várható lesz most is, vagy remények szerint. Én azt gondolom, hogy ha a turizmus elindul, akkor ugyanúgy vissza fog állni. A hétvégén volt szerencsém egy vidéki családi hotelbe tölteni a családommal a szombat-vasárnapot. Néztem az embereket, ugyanolyan, mindenki ugyanúgy viselkedik, hála jó Istennek, mint 2 vagy 3 évvel ezelőtt. Ugyanúgy turkálunk együtt a büféasztalon, ülünk a wellnessben, jövünk, megyünk, gyerekek szaladgálnak jobbra-balra, senki nincsen már maszk, mert van védettségigazolvány. Tehát én azért nem hiszem, hogy ebből olyan hatalmas nagy változás lenne, ami jó is. Hát túl leszünk ezen. Szerencsére ilyen szempontból azért nekünk rövid távú a memóriánk, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez vissza tud állni, úgyhogy ez jó lesz. Jó, tehát hogy azt mondja, hogy akkor maradjunk olyanok, amilyenek voltunk eddig. Bizonyos elővigyázatos előintézkedéseket meg kell tenni, főleg egészségügyi vonatkozásban, de igen, szerintem a turizmus arról szól, hogy önfelette jól érezzük magunkat. És hogy ami a legeslegfontosabb, idén mindenféleképpen maradjunk itthon. A magyar szálloda és vendéglátóipari szakma megköszönné, hogyha mindenki segítene abban, hogy a meglévő pénzt, ami erre rendelkezésre áll, azt itthon költenék el az emberek. Jelentem tisztelettel egy piros pontot szeretnék kérni, mert én biztos, hogy jövő hónap elején egy pár napra eltűnünk, és itthon maradunk, nem megyünk sehova. Beírjuk. Jó, köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta. Én is köszönöm.